hogy mondjam, Hamburg mögötti hatalom, a háttérhatalom mindvégig Bréma volt. Nem is értem, hogy hogy bírtam elsikkadni e felett a részlet fölött. Új korszak hajnala. A Poroszországgal kötött béke után Ferenc József császár a birodalom szociális, gazdasági és igazságügyi reformjaira adott utasítást. Az osztrák birodalmi tanács sorra nyújtja be javaslatait a parlamentnek. A gyárakból és bányákból eltűntek a gyermekmunkások, a bírósági tárgyalások szabadok és nyilvánosak lettek, valamint további források lettek összevonva a gazdasági élet felpesdítésére. Az udvarban egyes vezetők már új aranykort emlegetnek. Az uralkodó elkötelezett a német nyelvű területek egyesítése mellett, így válaszul a galád Hess-Darmstadt-i provokációra utasította a császári hadsereget a hercegség ellenőrzés alá vonására, hogy az emberek népszavazáson szabadon döntsenek a birodalomhoz való csatlakozásról. Az eredmény elsöprő többség a császár vezette német egység felé. Áve jó népek, folytassuk ezt a csodálatos, szép új világot. Na hát, ugye elkezdtünk Frankfurtra justifikálni, és az a kérdés, hogy mikor lesz meg? Ha! Több mint egy év múlva, nem baj. Nem baj, addig készülünk, felfegyverkezünk szépen. Megcsináljuk a házi feladatot. A kötelezőket. Na. Nézzük. Várjunk, csak itt miért van egy csillag? Miért van itt egy csillag? Ja, hogy ebből itt lett egy Württemberg közben, akkor ez nem is Poroszország. I see, hát akkor ezt itt nem is kell körülvennem igazából. Akkor ti mehettek vissza ide. Jó, tudjátok, hogy kettő maradjon itt, vagy három. Csak hogy biztos legyen, hogy nem lesznek túl erőben. Na. Május 15, ja. Hát eddig próbáljunk meg átverni valami javaslatot a parlamenten. Nem is tudom. Oktatást nem tudom, sajtót nem akarják. Gyülekezési jog. Legyen az non-socialist. De az biztos átmegy. Egyre szívtelenek nem lehetnek már a bajszos osztrák úriemberek sem. És tényleg, már most átmenni, hát akkor ellövünk egy-két politikát díjat, aztán hátradőlünk. Na itt mi van nekem? SMS Kaiser, Early Ironclad. Jó. Poroszok szerintem, ők már nem jelentenek fenyegetést. Igazából rám néz, most már senki nem jelent közvetlen fenyegetést szerintem, még a franciák sem. Úgyhogy itt igazából hátradőlök, aztán élvezem az életet. Ha emberek, ajajaj. Na, itt az idő felmelegíteni a régi osztrák-amerikai kapcsolatokat, én úgy érzem. Lend-Lease 64, nem, Station Send, igen. És ajánlok nekik egy újat csak, hogy nincs elég World Tension, nem már? Akkor legalább attasét fogadjatok el, jó?
Legalább adta se van. Úristen, mit csinálnak ezek? Usa! Mit csinálsz? Hogy mit csinálnak, hogy jól látom amúgy, hogy... Hát hol ezek törnek be, hol azok törnek be? Ez káosz. Ezek itt el lettek vágva az egésztől, de mindjárt újra egyesülnek, aztán ezek lesznek elvágva az egésztől. Hát Jézus Máriam, de rossz nézni. Rossz nézni ezt a háborút. Az a helyzet, úristen. Mexikóiak is. Hogy azok is háborúznak az USA-val. Ezek mindenkivel háborúznak. Franciaország, angolok, úristen, Jézus Máriam. Atyaig, mit csinálnak? Ostoba amerikaiak. Hát ezt... Ezt nem tudom kommentálni, emberek. Jobban. Gyalázatos. Jaj. Ah, mindegy, hogy felejtsük el, hagyjuk. Koncentráljunk Európára. Hát emberek, én mondanám, hogy jó tartja magát az Egyesült Államok, de akkor csak hazudnék. Aj, te loser banda, istenem. Aj. 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 Na mindegy. Nem csak itt miért van két hadosztályat több. Valami nem stimmel. Mindegy. Ugye elkezdtem itt az Iron Red traineket. Kutassuk biciklit, Motoros, hát. Hát ezek nagyon modern technológiák, odáig biztos nem fogunk eljutni. A 100%, na hogy állunk? Ez nem az, ez... Mi? Ez Hesse-Kassel. Frankfurt ellen május 15-én leszünk. Hát ez már mindjárt itt van. Na nézzük, sikerül-e még a hadüzenet előtt egy ingyen stability-t bezsebelni. Azzal, hogy javítunk egy kicsit a... Na, az egészségügyön. Valamelyest? Nagyon jó! Na, Frankfurt. Ez osztrák? Bocsánat. Csalálkoztam, hogy miért van Frankfurtnak magyar szeparatizmusa, de jó, hát semmi probléma. Előfordul az ilyesmi. Na. Jó, hát ez... hát ez... megalázóan gyors volt. Melyik sereg volt ez a sárga? Akkor menjetek oda. Jó, hát akkor felkészül. Hát nem is igaz, Frankfurttal már vége a háborúnak. Fölkészül Hesse-Kassel. A Hesse-Kasseli választó grófságból. Nem akarom úgy lassan békeszerződés lenni itt Frankfurttal, mert na. Azért. Jó. Én emberek semmi más nem csinálok, csak német egységet. És akinek ez nem tetszik, az eltakarodhat az utamban. És hogy ki fog kezeskedni azért, hogy el legyenek takarodva az útból? Én, nyilvánvalóan, atya úristen. Lassan az angolok is támadásba lendültek, ha jól látom, vagy nem, de... Azok az előbb még kimaradtak a buliból. De ezek szerint már Kanadát is behívták, hát ez... Hát ez nagyon jó. Amerika tudja, hogy hogyan kell politikát csinálni, az a lényeg. Tessék meghal Lincoln, és már... Már anarhiába süllyed az ország. Na mindegy, legalább nem kell rájuk majd figyelni. Hát ja, ez még kicsit odébb van, meg jövő március. Hát pedig berzenkedni sem nagyon tudok itt valahol. A környéken. Sajnos, na White Peace. Hát ez...
Remélem megérte Amerika. Megérte. Istenem, balfaszok. Aj, mindegy. Sose lett itt valami következménye ennek? Ó, Grant elnök, ó! Ó, ha? Na hát vele érdemes megint jóban lenni. Mindenkivel békéje van. Mindenkit garantál. Aj. Istenem, na mindegy. Aj. Na emberek. Az a helyzet, hogy fülembe jutott, hogy itt ezek a nyomorult hessziek valami kis határkonfliktusba keveredtek az egységeimmel, és az a helyzet, hogy én ilyeneket nem szeretek. Tehát engem az ilyen kis nyimnyom államok hagyjanak békén, úgyhogy na, hát most azért nem gondoltam volna, hogy ilyen rosszban vagyunk, de hát hogyha ők akarták, hát most nem tudom mit csinálni. Muszáj megtámadnom őket sajnos. Nem tudok mit tenni, elnézést. De nem én akartam. Én azt, nekem tiszta a lelki ismeretem. Én nem tudok ilyen mit mondani. Hát szégyen és gyalázat, hogy a hessziek idáig süllyedtek. Nem tudok mit mondani, elnézést. Az ő nevükben is. Azt hittem, hogy kultúremberekről beszélünk, de hát ugye úgy látszik tévednem kellett. Hát, na mindegy. Na nézzük. Úristen, de megértem. Politicians question the government. Divided politicians. Hát ne legyenek dividedok. What went wrong? Nem érdekel. Na. Infantry equipment. Na, hát ez a Vernal Holub-ból már legyártottak 30 ezeret, ami elég jó. Olaszoknak hogy van már Enfield Rifle-je? 17 darab, ha szabad kérdeznem. Vagy ez rosszabb, vagy az jobb, mint az enyém. Enről Holub, de hogy biztos, hogy nem jobb. Nem tudom, hogy mi volt ez. Miért az olaszoknak már Enfield? Na mindegy. Nem kell velük foglalkozni, azok csak olaszok. Hízzük úgyis az alattvalóim. Nos, mivel folytassuk. Hát az, hogy ezek már ilyen... Hát nem tudom. Hát jó, kezdjünk bele egy ilyen egy évig tartóba, aztán lesz, ami lesz. Elhatároztam emberek, hogy kezdek majd Gatling-é puskákat gyártani, és akkor berakom őket ilyen support equipmentnek. Rosszul csak nem járok vele. 72-es uniformisok is készülnek szépen lassan, ennek nagyon örülök. Kéne fejleszteni megint a departmentet. Propaganda schoolingot mondjuk. Az emberek úgy hallottam szeretik a propagandát. Lengyeleknél semmi hasznosat nem tudok csinálni. Poroszoktól legalább enged blueprintet lopni. Hát az is valami. Ostoba amerikaiak. Na mindegy. Mi ez? 1873-as pánik. A bécsi értéktőzsde összeomlott. Sorozatban mennek csöndbe a bécsi bankok. A halál. Scheisse. Game-based stability minus 17%. Many of our factories and infrastructure have been damaged. This one is crazy. Wow! Mi a szar? Atyaig. Így itt konkrétan tönkrementek gyárak. Ó, bassza meg, és ezt most hogyan kellene nekem eltüntetnem? Ó, Isten.
Johnny Event erre, hogy nincs. Jó, mondjuk ez a kettő cucc az Elvis Civil Factory-kat, de... Ó, Istenem, hát ez most kellett, mint púpa hátamra körülbelül. Tudjátok, emberek, én rájöttem. Én rájöttem arra, sokat gondolkodtam azon, hogy... hogy mi okozhatta ezt a pénzügyi összeomlást, és én rájöttem, hogy... Hannoveri bankárok spekulációi, amitől én hány ingert kapok. Úgyhogy tudjátok, mit csinálok? Én rájöttem a megoldásra. Nagyon egyszerű, oda kell menni, és le kell győzni őket, és akkor nem lesz többi spekuláció. Hát szerintem ez egy teljesen legitim meglátás, én úgy gondolom, hogy megtaláltam a megoldás kulcsát. Itt van a zsebemben, most már csak meg kell ragadni a lehetőséget, hogy megszabaduljunk a hannoveri bankárok spekulációitól. Aj, Istenem, kellett nektek ez is, mi? Egy falat kenyér, annyira hiányzott az osztrák hadsereg itt a nyakatokba, gondolom. Kis nyomik. Aj, Hannover, ellenállás nélkül tudok előre nyomulni majdnem. 56 emberem meghalt, nekik 6000, hát szerintem ez egy teljesen jó arány. Aj, na ti menjetek csak oda. Ó, flintlock puskákat zsákmányoltam, hát arra annyira nincs szükségem, megmondom őszintén, de hát ez van, na. Hát ennyi emberek, mondtam én, és kész. Volt, nincs pénzügyi spekuláció. Megoldottam a helyzetet, mint ahogy mindig. Komolyan mondom, én egy lángész vagyok amúgy. Rájöttem. Mindent meg lehet oldani erőszakkal, csak akarni kell. Ezért remek lecke mindenkinek. Nézzük, hát... Dragoon Equipment. Az olyan, nekem nincsenek lovasaim, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán megéri-e az ilyen lovassági hülyeségekkel foglalkozni, de... Hát jó, csináljuk. Csináljuk. Specialized Cavalry. És egy dekalovasom nincsen, csak mondom. Rozsdamentes, acél, drilling rig, minden jön itt. Szép sor van. Du Temple monoplan. Valami repülőgép cumó. Early Zeppelin design. Ha. Csináljuk meg. Én azt mondom, ne álljunk a haladás útjába. Ha nem a megoldás része vagyok, akkor a probléma része vagyok. De mivel én a megoldás része vagyok, ezért nincs probléma. Értitek? Remélem. De van egy gyárom, mire adjam? Hú, az equipmentek mindjárt, a support equipmentek mindjárt meg lesznek, hát akkor pakoljuk rá ezt is a Hovicer gyárra, ha bár ott már nem is tudom, hogy mennyit kéne még rápakolnom, hogy meglegyen. Végre. Kicsit olyan érzésem van, hogyha játék látja, hogy hogy itt kezd javulni a helyzet, akkor úristen, akkor nem tudom, gyorsan robbantsanak fel a lázadók pár Hovicert, hogy ne legyen egyszerű a történet. Nem tudom. Nekem néha már ez az érzésem. Őszintén szólva. De amúgy azt nem tudom, mire volt nekem jó, hogy én most segítettem fölépíteni a Suezi csatornát, tehát... Nem érzem, hogy ebből bármi hasznom származott volna, őszintén szólva. De mindegy, biztos felírták a nevemet valahová, hogy segített Alexander von Bach, aztán
ellen lerendezték, gondolom, az egészet. Na, kiszabadítottuk az ügynököt. Akkor mehetsz is vissza Poroszországba, drága barátom. Fogva tartóékhoz. Hát, ilyen gondjátok Mecklenburgba. Mecklenburg nincs a poroszokkal, ahogyan Bréma sem. Isten, 500 nap, Jézus Mária. Ez soha nem lesz meg körülbelül. Egyedül ennek van haszna, ennek a Cavalry Reconnaissance-nek. Talán, mert azt szerintem mégiscsak használok, de... Vagy hát sima Reconnaissance-et használok, csak lovas nem tudom. Lehet, hogy csak lovas dandároknál lenne jobb a felderítés. Na jó, szerintem elkészül a következő technológia, mondjuk ez a Improved Dragon Equipment, akkor elkezdem kifejleszteni az új puskát. És akkor talán mire ez itt feltöltődik, vagy hát lecserélődik, akkor elkezdhetjük is a következő modellre leváltani. Teljesen jó lesz. Innen mik hiányoznak még? Ja, hát a hovicerek, hát nyilván. Hát ez nekem is hiányzik, srácok. Hovicerek. És még egy darabig még hiányozni is fognak. Azzal nem tudom mit csinálni. Sajnálatos módon, úristen, mind a kettő. Október 75, október 76, március, ah, Isten. Ezért kell az ilyen kis szírszarokra időt pazarolnom. Nyolcszáz nap, na az anyádat, biztos nem. Ah, Isten. Érjen néz a németeknek. Mi? Justifyolni. Hát de mindenki ellen ennyi. Úristen, ez soha nem lesz meg. Ez pacifikálódik a világ, hogy a szar van. 21% az... Mekkora World Tension, nem sírja. Na mindegy. Nem kell nekem World Tension, megoldom nélküle is. Az biztos. Én amúgy emberek, mivel szeretek gondolkodni, én rájöttem, hogy Hannover, a Hannoveri spekulációk nem Hannoverben voltak irányítva, hanem kapaszkodjatok meg Hamburgból. Így van? Úgyhogy Hamburg. Ilyen több nem lesz. Már ha rátok tudok kattintani, de megmentiteket az, hogy iszonyat pici tartomány vagytok, és nem tudom kiválasztani titeket. Na. Haha, na Hamburg, ilyen többet nem lesz. Én ezt most megmondom nektek. Nincs több spekuláció. Nincs több krak. Nincs több tönkrement vállalkozás Ausztriában. Ez volt az utolsó, emberek. Szánalmas bagázs. Nem is vártam tőlük többet. Amikor fegyverekről van szó, akkor bezzeg. Akkor már nem olyan nagy legények. Utcára már nem mernek lejönni, verekedni. Na, kezdjük el az új modellünket gyártani, az Improved Vernal Holub M1867-et. Most ez már acél? Úristen! Az baj. Itt van a nyakomon a sok vas, el kell kezdenem majd acélöntödéket építeni. Nincs mese. Jó, erre kell. Különösebben azt sem tudom, mi volt ez. Na, poroszok! Hát akkor kezdjünk el rátok is justifyolni. Titeket sem fog elkerülni a végzet. Ahogy azt már korábban megjegyeztem.
valamikor biztos megjegyeztem. Csak nem tudom, hogy mikor. Na, Bremen meg lesz. Mikor? Márciusban. Poroszok meg. Ó, jövő év. 77 április. Úristen, hát az ilyen mocskos leszom meg. Ember, kell a World Engine, nincs mese, kell a World Engine. Rájöttem, hogy Hamburg, hogy mondjam, Hamburg mögötti hatalom, a háttérhatalom mindvégig Bréma volt. Nem is értem, hogy bírtam elsikkadni fölött a részlet fölött, de ne izguljatok, emberek, erre van az osztrák birodalmi hadsereg, hogy pontot tegyen ilyen zavaros ügyek végére. Na, induljatok már. Na, most mi van? Na, akkor így. Nem kell haditerv. Hát, porosz barátaink. Remélem látják, hogy körbeért a keringő. Jaj, mert... Hát, mert bizony. Ők következnek. Jaj, na, küldjünk ide a Hamburg mellé. Határra egy hét hadosztályt, ez szerintem elég lesz, hogy föltartsa őket. Szerbiát viszont lehet, hogy tudom. Kicsit. Ellátni fegyverekkel. Kapjanak mondjuk 2000 puskát, meg ugyanennyi 50-es uniformist, aztán szevaszus, egyre több mindenkivel háborúznak. Hát ezek se lesznek meg, ó, hát ez nem jó. 30-40 ezeren meghaltak már. Romanian United Principle, mi van? Ilyen Románia. Ó, hogy itt van egy ország, emberek! Hát itt van egy Románia, ami oszmán vazallus állam, de ez van. Hát... Így alakult. Na, imperializmus, az viszont megvan. Darfur, Bunda vagy Bondar. Ilyen kis nyímnyomországra, mert oda se figyelek. White Peace. Ja. Maradtak Eliot, vagy Eliot, vagy micsoda. Na mindegy. Hát pedig én reménykedtem benne. De várjatok, hát jó. Cancel-elődött a Land Lease, jó. Török vazalusnak nem jár fegyver. Meglátjuk, hogy mire vagyunk a poroszok ellen. Én azt mondom, hogy ne is várakoztassuk meg Otto von Bismarck ő kegyelmes felségét. Vonuljunk be, ahova be kell vonulni. Szerezzük meg, amit meg kell szerezni. Először szeretném biztosítani ezt a részt, nem akarok partra szállásokat, meg egyik kellemetlen, mondjuk itt nem tudok partra szállni, de mindegy, semmi kellemetlen meglepetés nem akarok, na. Az a lényeg. Ostobák, de hogy gondolták? Ilyen három részben van az országuk, és meg tudják védeni. Hopp! Hoppá, hát itt mi van? Támadnak a poroszok. De elég hamar kifulladt a dolog, lehet, hogy megpróbálok egyet ellen támadni. Átkerülünk a folyón, Hamburgnál csinálunk egy hídfőt magunk. Vagy volt hídfőm? Hát Hamburg az enyém volt eleve. Ha! Ilyen fifikások ezek a poroszok. Azt kell mondjam. Jó, most azt kéne csinálnom, hogy egy zászlóval jön majd ide bejönni, és akkor nem kapnak remélhetőleg támogatást. Jó. Hát akkor nem megyek be. Jaj, hihetetlen. Na, jó, úgy. Akkor itt ez már nem kell. Na, lerendezi a többi.
Mi? Hát ez áthaladást biztosít nekik. Fú, haver, hát ezt nem kellett volna. Ezt nem kellett volna. Áthaladást biztosítani. Nem szép dolog. Sőt, kifejezetten gusztustalan dolog az ellenfeleimnek áthaladást biztosítani. Ez azt jelenti... Hát ez azt jelenti, hogy baj van. Na jó. Támadni kell, nincs mese. Nincs mese, mert itt gáz van. Itt gáz van, és gáz is lesz. Ha nem sikerül elfoglalnom Ratzeburgot, már pedig tesznek róla, hogy ne sikerüljön elfoglalnom. És nekem ez nem tetszik. Felszámoltak egy hadosztályt. Fú, rohadjatok meg, poroszok. Ezért én Berlinben fogok karácsonyozni, esküszöm. Ott fogom elfogyasztani a vacsorámat. Ott fogom kibontani az ajándékaimat. És ennyi, nincs több táblati tervem Berlinnel. Egyszerű ember vagyok, emberek, egyszerű igényekkel. Jaj. Jaj, legalább el lett falazva, bassza meg. Mire kimondom, már hülyét csinál belőlem a játék megint. Jaj, Istenem. Hát itt éjszakon változatlanul fos a helyzet. Igen, jó. Jó. Gyerünk. Szerintem most már nekem van több veszteségem, igen. Jóval több, de hát emberek. Van még ott, ahonnan ezek jöttek. Jó osztrák haderő. Embererő. Még mindig van. Ezt nem lehet letagadni. Jáva is próbálják. Egyesek. Hát valamennyit tudtam előre nyomulni, de nem sokat. Annyit nem, ami a kezdeti magabiztosságomra okot adott volna. Nagy. Próbáljuk meg felszámolni ezt az kis északi kontingenst itt. Jó. Hát ide aztán már küldhetitek az embereiteket. Poroszok, itt nem lesz mentség, Schleswig-Holsteinbe. Kellett nektek itt szórakozni ezekkel. Kellett nektek provokálni a császárt mindenféle határvillongásokkal. Remélem megérte emberek. Na. Nem mentek sehová, hanem bevéditek. Ezt a részt nem kellene, nincs szükségem partra szállásokra. Sőt, igazából akkor már ezt az egész részt lehet védeni, jó? Ja, nem nagyon van mit hozzátennem a dologhoz. Előre kell nyomulni. Csak és kizárólag előre kell nyomulni. Előtte még utatunk. Ménkű sok felszerelés hiányzik. Ami nem tölt el elégedettséggel. És én nem szeretem, ha valami engem nem tölt el elégedettséggel. Ezek egy ilyen sajátos jellemzőm, hogy nem szeretem, ha valami nem úgy történik, ahogy akarom. Na, próbáljunk meg itt támadni egyet. Én azt mondom. Hát, poroszok meg azt mondják, hogy nem. Hát akkor nem. Hát nem tudom, hogy mit tudnék csinálni. Elég hamar álló háború lett ebből a történetből sajnos.
Én nem szeretem az álló háborút. Aj, poroszok, poroszok. Hát így itt kéne berzenkedni valamit. Próbáljuk meg itt. Na, itt lehet, hogy menni fog a dolog. Így van. Sikertelen ellentámadás, természetesen lefoglaljuk azokat, hogy ne tudjanak erősítést küldeni, aztán megpróbálunk tovább nyomulni. Magdeburg felé, északra, úgy. Aztán itt is támadunk egyet. Délen, az ilyen két hadosztályos kis nyimnyamoknál. Ó, feltörtük a porosz kódot, na! Hadlám! Hadd látok mindent. Ami porosz mozgás. Ami porosz és mozgás. Meg kell próbálnom Magdeburgot körbezárni, de az egy elég macerás manőver lesz. Ami nem kecsegtet egyelőre sok reménnyel. Jó, Magdeburgban nem sikerült kitámadniuk. Jöjjön Halle. Legalább a folyó déli részét birtokoljuk teljes egészében. Ha tudjuk. Jó, emberek, kis lépésekben kell haladni. Az a lényeg. Jó, Halle megvan. Csak az, hogy ahogy csökken a front, nekik az úgy egyre jobban fog kedvezni. Az úgy nekik egyre jobban fog kedvezni. Á, nem, azt nem csináljuk. Nincs értelme ezt a támadást erőltetni. Amit van értelme erőltetni, az talán egy ilyen manőver. Hát! Kinkeservesen talán meg lesz ez a magdeburgos körbezárás. Sok-sok ezer ember áldozata árán, de meg lesz. Jó. No, nem mentek sehova, srácok, nem. Nincs ilyen, hogy izé elmentek. Basszus, itt meg közben bejöttek ide. Nem volt szép. Ezekkel nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Hoppá, ré! Ellentámadással indultak a poroszok. Gondolom nem tetszik nekik, hogy az az öt hadosztályodat megsemmisülne. Hát mondjuk jogos. Nekem se tetszene. Az biztos. Na mindegy, ez talán ad egy kis esélyt, hogy felőrlődjenek. Itt-ott. Mondjuk az ott bukó. És akkor így talán lehet, hogy valamit a zavarosban halászni. Ismétlem, talán. Jó, nem sokáig volt az övéké szerencsére ez. Ez így gyakorlatilag megnyújtotta a frontvonalamat most nálam is. Támadjunk. Én azt mondom, hogy amíg lehet, addig támadjunk. Potsdam felől próbálnak valamit. Sokotó kalifátus még mindig baromira nem érdekel. Ó, csődbe mentek az oszmánok. Ajajajajajaj, oszmánok. Hát az baj. Aj, kis bucik, na.
Próbáljunk meg itt is támadni egyet. Ne Nairupinnál, vagy hogy kell ezt kiejteni. Próbálom elzárni ezt a 4 hadosztályt ott éjszakon. Nem fűzök hozzá túl sok reményt. De valamit muszáj lesz alkotni. Valamit csinálni kell, mi nincsen. Acél, jó, nem érdekel. Most az acél. Nairupinnál át kell törni, jó? Aztán gyorsan tovább haladni. Nem szabad hagyni, hogy előbb érjenek oda. Jó, nem értek oda, zsír. Ezeket el is kezdjük oldalra támadgatni. De mondjuk ezek lehet, hogy... ja, ezek... Igen, azok nem csinálják igazából elzárni, mert ez a nyomorult... Ez a nyomorult Mecklenburg átengedi őket, rohadt életbe. De bosszantó. Elég bosszantó. Hát igen, tehát azok ott kapnak support, azok nem fognak csak így... körbe záródni sajnos ennek fényében, hát... Na mindegy. Ott átsétálnak, basszus. Hihetetlen. Szemétládák. Még így is kicsesznek velem. Na, hogy elég... hasonlóak a veszteségek, beívom az olaszokat. Mert csak a bavériaikon ücsörögjenek egész végig. Szánalmas bagázs. Hát itt nem tudom, hogy merre kéne tovább menni, ez itt már Berlin? Ez ott már Berlin. És hogy állunk a megadással? Még 30%-nyit el kéne foglalni valahogy. Hát ez nem tudom, hogyan lesz meg. Hát nem fog tudni elmenni Mecklenburg mellett a tenger, igaz biztos? De azt nem fölösleges erőltetni. Majd mást kellene kitalálni. De az vagy már mindenhol kb. 3 hadosztállyal vannak, itt vannak 2-vel, de... szerintem gyorsan ki fognak itt fingatni. Vagy nem? Hát itt tűnik, hogy mégsem. Talán lesz valami kis előre nyomulás itt. Úgy néz ki. Pozenbe fogunk tovább menni. Ha tudunk. Jó, az ott megakad majd. Irány Pozen. Odaértek, rohadt életbe. De most el kell vonniuk nyugatról így, az jó. Ezt szeretem, ha elvonnak hadosztályokat. Nyugatról. Ez a kedvenc hobbim, amikor azt látom, amikor azt nézhetem, hogy az ellenfeleim hadosztályokat vonnak, ja. Ez valahogy megnyugtat. De hogy itt most mi a fenét csinálják? Ok! Nem tudom, ezek mire voltak, mik voltak, de... Oké. Otto Event. Jó. Nem vertek vissza, nagyon jó. Tél van. Hát ez baj. Nem szeretjük a telet. Annyira. Hát én személy szerint szeretem a telet, a katonáim nem szeretik a telet. Van egy olyan érzésem. Szűkíteni... kellene... nem. Nem, ez nem fog menni. A rákot csináljak.
Sehol nem tudok áttörni. Na jó, emberek. Hát ez akkor így marad a következő részig, attól tartok. Azt a füdös rohadt üredvennyi. Ja, ez így marad. Én nem gondoltam oda, hogy ennyire meg fognak fingatni. Porosz barátaink azért védekeznek keményen. Persze, Oszmán Birodalom csődbe ment. Mivel ünnepled, ha csődbe mész, rendezel egy világkiállítást. Ez szerintem egyértelmű. Magától értetődik. Ó, Isten. De emberek, innen fogjuk folytatni. Köszönöm a figyelmet. Sajnálom amúgy ezeket a rohadt nagy ugrálásokat. Egyrészt szeretném zanzásítani videókat, amennyire lehet. Másrészt meg a, hát ugye ezek a, nem akarom senkit, hogy végignézze ezeket az 500 napig tartó justifyolásokat, úgyhogy hát ezt találtam ki. Remélem nem baj. Szerintem, hát na jó, nem tudom, nem én vagyok a néző, remélem, inkább úgy mondom, hogy remélem még így is élvezhető. Szóval ja, köszönöm a figyelmet, és tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!